És én itt megálltam, és akkor várok, és akkor látom, hogy mintha feküdne valaki, vagy valami lenne a fete, sőt, tényleg sötét volt. És akkor mondom, hogy biztos, hogy elesett. Így talált rá földön fekvő férjére felesége saját udvarában. A sörös üveg darabjai, amellyel a férfi fejét verték, még mindig a tett helyszínén hevernek szanaszét. A férjemet itt találtam meg vérbe, ebbe az üvegbe verték, ablakba verték a fejét, a fölismerhetetlenségig. Az elkövetők a büntett éjszakáján állítólag összetűzésbe kerültek egy férfival, aki vélhetően önvédelemből megütötte az egyik támadót, és elkezdett menekülni. Futás közben beszökött éppen ennek a háznak az udvarába, amikor a tulajdonos kaput nyitott. A gyanúsítottak a sötétben az épület lakójára támadtak, annak ellenére, hogy semmi köze sem volt az esethez. A támadók elől menekülő férfi közben beszökött az épületbe. Beszaladt a lépcsőházunkba. Tehát itt ment be. Itt jött be, és kulcssal, amelyet a férjem belülről a zárba hagyott, azzal zárkózott be. Tehát így, hogy jött be, egyből magára csukta. Én bezárta, nem csukta, hanem bezárta. Bezárta. És én őt itt találtam bent. Az asszony arcát nem vállalva nyilatkozott a szörnyű esetről. Rendőrök nagyon gyorsan ideértek, nem tudom, szerintem a mentősök is, mert én itt a férjemmel voltam. Ami még sajnos, hogy idejöttek a tettesek, visszajöttek megkérdezni a rendőröktől, hogy mi történt itt, hogy ennyi rendőrautó van. És egy részét itt a rendőrök itt fogták el a kapu előtt, a többieket pedig nem messze tőlünk. Szinte perceken belül. Az asszonyt a rendőrség behívta kihallgatásra, azonban az adott időpontban férjénél volt a kórházban. Ezután azt mondták, hogy majd jelentkeznek a nyilatkozat kapcsán. Na most itt két lehetőség van sajnos. A törvény szerint, hogy most megállapítsuk, hogy mennyi lehet itt a büntetés, meg hogy megy az egész. Mondja Denegri Kárló szabadkai ügyvéd az ügyben. Először is az ügyészség megállapítja, hogy melyik bűncselekmény áll fenn. A jogász szerint vagy életveszélyes és maradandó sérülést okozó súlyos testi sértését vádolhatják az elkövetőket. Ebben az esetben a törvény 1-től 8 évig terjedő börtönbüntetést ír elő, ami akár 3 hónapra is enyhíthető. A második eset, a tragikusabb eset, amit mi sajnos nem tudunk, hogyha a sértett belehal a sérüléseibe. Abban az esetben a büntetés már szigorúbb, akkor 2-től akár 12 évig terjedő börtönbüntetésre is ítélheti a tetteseket a bíróság. Ebben az esetben is, ha minden enyhíti körülmény összejön, akkor a legkisebb büntetés az 6 hónap börtön lehet. Ha pedig emberölési kísérletként kezelik az ügyet, és ez bebizonyosodik az eljárás folyamán, 5-től 15 évig terjedő börtönt is kiróhatnak, ami 3 év börtönre enyhíthető, tette hozzá az ügyvéd. A kórházban fekvő áldozat azóta is eszméletlen, és életveszélyes állapotban van. Az se biztos, hogy megéri a holnapot, mondta el a felesége. A tüdőbeteg, rokkant nyugdíjas férfi korábban felajánlotta szerveit, hogy mások életét megmentse.